Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit az Alma hétfő 7 órás misna tanulásában, és megosztom a misnát, amit tanulni fogunk. A belevágunk a Brachot traktátus 6. fejezetének 7. misnájával folytatjuk. Eviu lo meliach betchila, elé hoztak sós ételt, a meliach az elvileg szó szerint azt jelenti, hogy sós, tehát bármilyen sós dolgot jelent. Hát, de általában én nagyon sós halról van szó. Betchilá először, tehát az étkezés elején, ufátimó, mevrechala maliach, ufotere tapat, sapat filáló, zeaklál, vagy fordítom, és hoztak vele kenyeret, tehát van ez a sós hal mondjuk, és vele együtt kenyér, Betchilá először jött a sós étel, és ahhoz eszik kenyeret, akkor áldás mond a sósra, és ezzel mentesíti a kenyeret is, tehát nem mond külön a kenyérre is áldást. Sápat féláló, mert a kenyér ebben az esetben adalék, másodlagos a sós ételhez képest. És ez a szabály, az alapszabály, kolse új kár, és következő sorban vagy mondt fél, hogy ami, hogyha van egy főétel, és van mellé egy kísérő adalék, akkor mert verekálá ikár, akkor tervezett fél, akkor a főételre, vagyis a ikár, az jelenti fő, arra mondja az áldást, és ezzel mentesíti a kísérő ételt is, vagyis a tfélát. Tehát nincs szükség arra, hogy külön a tfélára is áldást mondjon. És akkor itt kezdődik a Maimonides magyarázata. Megint megmagyarázza egy szót, ami először fordul elő a misnában, az ikár szót, vagyis lefordítja arabra, és a tfélá szót is. A tfélá, tehát a főételt és a függeléket, a másodlagosat is. És most ha valaki a nyomtatott szöveget nézi, a magyarázat, a 10. 11. soránál járunk. Itt egyébként ennek a lapnak a legalján, mindjárt fogunk lapozni, van egy szó kihúzva, az azért van kihúzva, a következő oldalon azzal fog kezdődni, tehát kétszer érte és az egyiket, az elsőt kihúzta, kitörölte. Tehát a tfélának, az úgy vagy, a tfélá az egy, tehát egy függelék, egy másodlagos dolog, ami valami, ami már vagy máshoz tartozik, tehát önmagában, nem önmagában áll, hanem valaminek a jogán. És azt mondja a Rambam, hogy milyen esetről beszélünk. Az a misna milyen esetről beszél, nagyon specifikus eset, és ezt nem csak ő mondja, de most itt őt tanuljuk, hogy egész konkrétan a kertben dolgozó emberekre, tehát valami gyümölcsütetvény őrzőire, akik sokat... Van egy ilyen szabály, hogyha valaki valahol dolgozik ilyen mezőgazdaságban, akkor közben eheti a termést, amit nem arról van, hogy leiszed, tehát haza is viszi, de közben ehet. És máshol olvashatjuk, a Rambamnál is kiderül máshol, amikor a Rambam erről beszélt, hogy nem feltétlenül a gyümölcs, nem feltétlenül erről a szakmáról van szó, akik, tehát őrzik a gyümölcsöst, hanem
hanem aki sok gyümölcsöt evett. Tehát mindjárt kiderül, hogy miről beszélünk, miért beszélek a gyümölcsösről. Tehát ha valaki sok gyümölcsöt evett, és most lapoztam a következő oldalra. Tehát most konkrétan ebben a konkrét példában, amit a Rambam itt írt ennél a Misnánál, ezek a gyümölcsös őrei, akik sok gyümölcsöt esznek, de amúgy zárójelben teszem hozzá, hogy más is ember is, aki sok gyümölcsöt eszik, az olyan nagyon édes, hogy sok édes dolog miatt szüksége van valami sósat enni, valami nagyon sósat. Hogy ez a sósság, tehát először az édességet megszüntesse a sósággal, beleragad a hasába, azt írja, tehát a hasár belül ez korábbi, nem tudom, hogy a mai orvostudomány erről hogyan vélekedik, de akkor mindenképpen ő is, mint orvos erről így vélekedett, hogy a sok édes gyümölcs elfogyasztása miatt felgyűlemlik a has falon, a hason belül sok nem tudom mi, cukor. És akkor nagyon sós dolgot teszik el. Viszont ahhoz, hogy a nagyon sós, az meg túl sós, és az a kenyeret meg azért teszi, mert az étel az túl sós. Egyébként ma jutott eszembe, amikor újra olvastam Misnát, hogy van egy kalóz regény, nem tudom, hogy olvastátok, de hát máshol is van erről, szóval a vörös kalóz, abban is úgy emlékszem, hogy sok, nagyon sok szőlőt ettek a hajón, és a vérhast kaptak a sok szőlőtől. Úgyhogy úgy tűnik, hogy túl sok gyümölcs fogyasztás az nem egészséges, és akkor erre ez a gyógymatonyos sósat kell fogyasztani, és nem annyira sós dologról van szó, mint most ma. Szerintem a hering az nem ez a kategória, az nem annyira sós, hogy nem is tudjuk megenni kenyér nélkül. Itt most direkt szükség volt arra, hogy muszáj volt hozzá kenyeret tenni. Tehát nincs is célja, nem akart volna kenyeret tenni. Egyébként csak megint egy kis nyelvi dolgokkal kapcsolatban, hogy aki a Héberben lehet, hogy hallottátok vagy hát arab szó, de használják Izraelben a fubéz, a papsajtnak az a arab neve, mert valami kenyér, tehát ez a kaf bet zain, vagy Héberben azt hiszem a hettel írják át, tehát a kenyeret jelent al fubéz. Tehát a kenyeret az csak azért teszi, hogy ne legyen túl sós ez az étel. És emiatt számít másodlagosnak a kenyér, mert az. Mert amúgy mindig a kenyér, a sose más. Szóval azt tanultuk az eddig Misnákban, hogy a kenyér ez a fő, tehát azt tanultuk, hogy a kenyérrel mentesíti az étkezés során elfogyasztott dolgot, és most itt meg pont azt látjuk, hogy a kenyér is lehet másodlagos. És az is újítás itt, vagy hidus itt ebben a misnában, hogy hát azért kell ezt újra elmondani, mert volt egy olyan alapelvet, már megtanultunk, hogy a fő dolog, az mentesíti a másodlagosat. Itt azt látjuk, hogy még akkor is másodlagosnak számít, tehát a fő és a mellékes, az ikár és a tfélá, nem csak olyan esetben létezik ikár és tfélá, amikor együtt van a kettő egyszerre eszem, vagy akár össze van keverve, hanem itt azt írta, hogy az került a misna, hogy két hilá, tehát az étkezés elején ette a sósat, és utána ette a kenyeret. Tehát még ilyen esetben is másodlagosnak számít, bár azt hihettük volna, hogy magát a kenyeret már külön eszi, mert megette a sósat, és utána eszi rá a kenyeret, mégis másodlagosnak számít. Egyébként láttam olyat is, hogy valaki mondjuk túl tömé neki a pálinka,
vagy vodka, és akkor kenyeret márt bele, és akkor azt a kenyeret eszi meg. Akkor szerintem ez is hasonló eset, hogy azt hiszem, hogy ilyen esetben nem kell a... Tehát ha valaki csak ezért teszi a kenyeret, mert úgy tudja megenni a másik dolgot, akkor nem mond rá áldás, és nem tudom, hogy igazából ma vannak ennyire sós ételeink, meg hogy muszáj, hogy együnk hozzá kenyeret, de van, lehet, hogy van. Mindenesetre ez a halafájban az esetben, és eddig tartott a számban magyarázata.